Tavaly 1,5 millió bevándorló érkezett Európába, és idén már több mint 260 ezeren, miközben csak Líbiában 1 millió, Törökországban is 3 millió bevándorló várakozik. Történelmi jelentőségűnek nevezte az október 2-i népszavazást a győri országgyűlési képviselő. Mi Fidesz politikusok arra kérjük a józan gondolkodású magyar embereket, hogy mindenképpen vegyenek részt ezen a népszavazáson, és a feltett kérdésre nemmel szavazzanak. Mi azt gondoljuk, hogy Magyarország szempontjából az elsőrangú kérdés az itt élő családoknak a támogatása, segítése, és a migráció pedig mindenképpen ilyen mértékben, helyi szinten, ott Szíriában, Törökországban szükséges ennek a problémának a megoldása, és összefüggésbe hozható a migráció a terrorizmussal, sajnos az elmúlt hónapok és az elmúlt napok eseménye is ezt mutatják, tehát a migráns áradattal együtt érkeztek terroristák is sajnos Európába. Magyarország azt az álláspontot képviseli, hogy nincs szükség migránsokra, hanem a magyar családokat kell segíteni, ehhez kérik a választópolgárok segítségét. Üzenetet fogunk eljuttatni a brüsszeli bürokratáknak, döntéshozóknak, hiszen láthatóan a mai napig még nem értették meg ennek a jelentőségét, és a másik pedig, hogy itt főleg a V4-ek, tehát Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország szövetsége egyre erősebb, és várhatóan ezen népszavazás után még több ország csatlakozik, és határozottan véleményt foglal, elsősorban a V4-ekre gondolok ebben a kérdésben. Így azért egy komoly erőt tudunk képviselni, nem csak a 10 milliós Magyarország, hanem az 50 milliós Lengyelország, a 6 milliós Szlovákia és a közel 10 milliós Csehország együtt tud ebben a kérdésben gondolkodni. A Fidesz szeptember 1-én országosan, így Győrben is egy intenzív kampányt indít. Szeretnék elmondani mindenkinek, hogy miért fontos a népszavazás. A helyi kampányok, egészen pontosan az országos kampány részeként a győri kampány is szeptember 1-én fog elindulni. Ennek keretében igyekszünk minél több helyre aktivistáink segítségével eljutni, felvilágosítást adni és arra biztatni a győrieket, illetve Győr környékieket, hogy vegyenek részt a népszavazáson és ott mondjanak nemet a kényszerbetelepítésre. Ez Győr esetében körülbelül 90 ezer választópolgárt érint a két parlamenti választókörzetben, és 300-400 aktivistával fogunk részt venni a kampányban, és mint mondtam, arra biztatjuk ők a tisztelt választókat, hogy október 2-án vasárnap vegyenek részt a népszavazáson, és nemmel voksoljanak itt ezen az alkalommal. Az országgyűlési képviselő bízik abban, hogy eredményes lesz a népszavazás, amihez az kell, hogy 50% fölött legyen a részvételi arány.